A hat csapatos bajnokság szereplői, köztük a Kazincz Barcikai Ördögökese játékosai 10 fordulóban mérték össze erejüket. A bajnokság végeredménye az utolsó fordulóig is kérdéses volt, hiszen az utolsó összecsapások is tartogattak meglepetéseket. Az aranyért az SPK Komárom csapata játszott a Kazincz Barcikai Ördögökkel. Nehéz feladat előtt álltak a hazaiak, ugyanis 10 góllal kellett volna verniük a listavezetőt, hogy megelőzzék őket és elhódítsák a bajnoki címet. Most járunk az utolsó mérkőzésnél, az SPK eddig pontvesztesség nélkül áll a tabella élén, de mi is szeretnénk úgymond ebben, abban, hogy veretlenül végezzenek a szezonban, megakadályozni őket, itt a kiváló alkalom. Aki ezen a mérkőzésen győz, az még nem biztos, hogy ha mi győzünk, nem azt jelenti, hogy egyből miénké lesz az aranyérem, mert 9 góllal kell megverni az SPK csapatát ahhoz, hogy egyáltalán legyen mit számolgatni. 10 gólos hazai győzelem esetén tudjuk egyértelműen a nyakunkba akasztani az aranyérmet. Nem alakult jól az Ördögök szereplése, ugyanis a fej-fej melletti első harmad után a Komárom átvette a vezetést, amit ki sem engedtek a kezükből a játékidő végéig. Az SPK győzelemmel biztosította be bajnoki címét az utolsó fordulóban, így az ezüstérem a Kazincz Barcikai Ördögöké lett.